Megvan a brüsszeli szankciós politika első áldozata, ez a Magyarország és az Osztrák Sberbank. Így reagált a külgazdaság és külügyminiszter arra, hogy kivonul az európai piacról a pénzintézet. Szijjártó Péter kiemelte, nagyon figyelnünk kell arra, nehogy a magyar emberek fizessék meg a háború árát. Gulyás Gergely miniszter pedig tegnap jelentette be, hogy a kormány kedvezményes hitelt ad a 100 ezer euró fölötti Sberbank betéteseknek. Ezekkel folytatjuk, Titanilla. Kandrács Csaba a vendégünk, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti és fogyasztóvédelmi alánöke. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Mi volt a pontos oka annak, hogy meg kellett indítani ezt az eljárást az Berbank ellen? Nagyon röviden összefoglalva, adva van egy orosz nagybank, a világ egyik legnagyobb bankja. Európában úgy volt jelen, hogy volt egy osztrák ö, leánybankja, és az osztrák leánybanknak voltak itt Közép-Európában egyéb bankjai Csehországban, Magyarországon, Szlovéniában, Horvátországban, Szerbiában. Amikor kitört gyakorlatilag az ukrán-orosz háború, ennek hatására nemzetközi szankciók léptek életben, és az orosz és az osztrák entitások közötti kapcsolat gyakorlatilag megszűnt, nagyon beszűkült, és a nemzetközi bankok és a nemzetközi szervezetek elfordultak az osztrák és az egyéb lánycégektől, és ennek hatására kialakult egy nagyon sérülékeny helyzet, ami kapcsán kitört egy pánik, először a cseh Sberbankot megrohanták az ügyfelek, mindenki ki akarta venni a pénzét, Ausztriában is ugyanez a folyamat elindult, ez a pénteki nap történt, és a hétvégén emiatt az európai szanálási testület, összeült, mi magyarok is ott voltunk, és az a döntés született, hogy két napra bankszünnapot rendeljen el mindenki, vagy moratóriumot, attól függ, hogy hol voltunk, és tekintse át, hogy mi a adott banknak a helyzete. Ennek eredményeként beindultak eljárások, mindenki megpróbálta az utolsó pillanatban még értékesíteni a Sberbankot, mert látszott, hogy, hogy ez egy olyan mértékű probléma, hogy nem lehet visszaengedni a piacra. Mi magyarok is megpróbáltuk ezt az értékesítést, és ennek eredményeként Szlovéniában és Horvátországban találtak vevőt az ottani Sberbankra, de a cseh entitás gyakorlatilag már pénteken, az osztrák entitás szintén a magyarral együtt visszavonták az engedélyét, és végelszámolása indult. Tehát mond, kijelenthetjük, hogy a a nemzetközi szankciók hozták egy, hoztak egy olyan helyzetet, egy olyan sérülékeny helyzetet, ami után nagyon felgyorsultak az események, és a, az osztrák entitásnak a, a engedélyének a visszavonásával gyakorlatilag nyilvánvalóvá vált, hogy már a magyart se tudjuk ö, kinyitni, és nekünk is innentől kezdve lépnünk kellett. Kiadtak ugye egy kis okost, amelyben a legfontosabb kérdéseket szedték össze, amit a, az ügyfelek számára rendelkezése bocsátottak, hogy mindenki, aki érintett ebben az ügyben, az megnyugtató választ kapasson a kérdéseire. Itt ö, például azok, akik ott tartott, akiknek mondjuk ott volt számla száma az Berbanknál, oda a fizetését, oda kapja mondjuk a családi pótlékot, vagy a gyest, esetleg a nyugdíjat odautalták, ők most mit tegyenek rájuk, milyen szabályok vonatkoznak ebben a helyzetben? Uh -huh. Engedje meg, hogy még mielőtt erre válaszolok, uh, azt egyértelműen nyomatékosan kijelentsem, hogy nincsen a magyar bankrendszerben probléma, ez egy egyedi ügy gyakorlatilag, a hát ami senki se essen pánikba. Tehát, hogy senki ne essen pánikba, sőt, a rémhíresztelés az bűncselekmény, tehát, hogy senki ne kezdje el olyan híreket uh, terjeszteni, hogy bármelyik másik bankkal baj van. Itt is azt gondolom, hogy szükséges a stratégiai nyugalom, mert nincsen probléma, a bankrendszer jó állapotban van, ez egy egyedi, és hogy elmondtam, ez egy kívülről jövő és, és egy célzottan ható ügy volt. Tehát, hogy mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy a magyar bankrendszer stabilan működik. Visszatérve a kérdésére, a részletes tájékoztatást azt mind a, az OBA, Országos Betétbiztosítási Alap honlapján, mind a Nemzeti Bank honlapján, mind a PSFN honlapján megtalálják a, a, az ügyfelek. Azt el kell mondom a nyugdíjasok kapcsán, hogy a Magyar Államkincstár már nem utalta ki a márciusi nyugdíjakat. Postai értesítés keretében postán keresztül fogják eljutatni a nyugdíjakat, de ott is a részletekért azt kérem, hogy mindenki nézze meg a államkincstárnak a honlapját. Az ügyfeleknek nem kell csinálniuk jelen pillanatban semmit, az ő kártalanításuk egy betétbiztosítási alapon keresztül 100 ezer euróig, ami körülbelül 38 millió forint, az automatikus, három kifizetési csatorna lesz, azt kell figyelni, hogy a különböző összegekkel ki mennyit tartott a bankba, melyik csatornába fog beleesni. Három, ez a három csatorna az egyik a Magyar Posta, tehát lesz, aki a postán keresztül fogja megkapni, lesz egy kifizető ügynök bank, egy még működő rendben lévő bank, ahova be kell majd menni ügyet intézni, és lesz egy közvetlen csatorna, amit a, az obának be kell egy formanyomtatványt küldeni, és úgy megkapják a pénzüket. Most még nem menjen senki sehova, mert most van a felmérése annak, hogy egészen pontosan hány ügyfél van, és azoknak mekkora pénzük volt a bankba. Ez reményeink szerint a hétfői napra meg fog történni, és onnantól kezdve folyamatosan fogjuk kommunikálni, vagy fogják kommunikálni gyakorlatilag az OBA szakemberei, hogy kinek mit kell csinálnia. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy az OBA 29 éves történetében mindig határidőbe, és mindig mindenkinek, ki tudta fizetni a neki járó pénzt, csak egy kis türelmet kérünk, hogy fel tudjuk mérni azt, hogy, hogy kinek mekkora pénze volt a bankban. Csak a nagyságrendekről, hogyha még mondhatok, hogy, hogy mekkora feladat ez, Összességében körülbelül 65 ezer ügyfélről beszélünk, vállalat és lakosság együtt. Ebből a 65 ezer ügyfélből 62 ezer az, aki az OBA által kártanításra jogosult és azt kell látni, hogy ebből a 62 ezer nagyságrendelek, 62 ezer ügyfélből körülbelül 61 ezer teljes egészben szében kártalanítva lesz, körülbelül 1000 ügyfél van, aki több pénzt hát, tartott. aki limiten felül. Így van, aki 38 millió forintnál több pénzt tartott a bankban, ez körülbelül 1000 ügyfél, a, nagy, a nagyon nagy része az ügyfeleknek meg fogja kapni a pénzét, csak, csak várja meg ugye a jogszabályi határidőknek megfelelően ezt a 10 munkanapot, ami március 18-áig fog befejeződni, hogy, hogy ez megtörténhesse. Mi azon vagyunk, hogy ez még hamarabb megtörténjen, de ugye a legkésőbb március 18-án mindenkinek meg lesz a lehetősége, hogy a különböző kifizetési csatornákon hozzájusson a pénzéhez. Körülbelül egy percünk maradt, de ez az ezer ügyfél, aki limiten felüli összeget tartott a bankban, ők milyen típusú ügyfelek, vállalkozások, önkormányzatok, illetve ők mire számíthatnak, van-e remény számukra, hogy ők visszakapják azt az összeget, amit ott tartottak a pénzintézetben? Itt főleg vállalatokról beszélünk, nagy vállalatokról, van érintett önkormányzat is, de arra azonnal reagált a kormány is, megsegíteni őket, és, egyéb ügyfelek is még vannak. Most elindul egy olyan eljárás, amelynek keretében felmérik, hogy mekkora a végelszámolás keretében mekkora a vagyon a, banknak, és a hitelező igény azoknak, akik az körülbelül ezer ügyfél, akinek több pénze volt bent, őnekik egy hitelezői igényt kell bejelenteniük a PSFN cég felé, a felszámoló cég felé, és a, utána megnézik, hogy mekkora a vagyon, és mennyi hitelező igény jött be, és hogyha elegendő a vagyon arra, hogy térítsék a, az ügyfeleket, akkor mindenki minden pénzét meg fogja kapni, hogyha nem, akkor átfordul az egész egy felszámolási eljárásba, és a vagyonelemeknek az értékesítésével van egy kielégítési sorrend, és az alapján fog mindenki a pénzéhez jutni. Még egy nagyon fontos dolgot mondanék, a széfekkel kapcsolatban van öt olyan, öt olyan fiók, ami szép szolgáltatást is nyújtott, hogy ezekben az esetekben ez nem része a kártalanítási vagyonban, ott mindenki hozzá fog jutni a széfben lévő értéktárgyaihoz, csak ott is egy kis türelmet kérnénk, és azt kérném, hogy a, mindenki a, a Sberbanknak, a Volt Sberbanknak a call centerét hívja időpontért, hogy mikor tud majd menni a, a, a szévben szépben lévő értéktárgyainak a kivételére. Reményeink szerint ez a mai nap el fog tudni kezdődni ez az időpontosztás, vagy hétfőn. Egyszerűen csak azért, hogy rendezett módon legyen, ne az, ne az legyen, hogy azt gondolják mások, hogy valaki bejut a fiókba, és onnan valamilyen pénzzel távozik. Tehát biztonságban Tehát, hogy biztonságban az van, őrzik, mindenki megnyugodhat, és nem lesz része a, felszámolási, vagy a végelszámolási folyamatnak, vagy a kártalanítási folyamatnak egész pontosan, csak kell egy kis idő, amíg a körülményeket tudják biztosítani a kollégák. Alánök úr, köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm szépen.